Ugróstáncok, csárdás, karikázó, csak néhány a Kárpát-medence népi kultúrájának meghatározó táncaiból. A Kis Magyar Táncrajz című előadás szerkesztője és moderátora, Sikentánc Szilveszter, az Örökség Gyermeknépművészeti Egyesület elnöke. A rendhagyó néprajzi órában a Göncöl zenekar muzsikájára a Duna Művész Együttes táncosai mutatják be a különböző tájegységek tánc típusait, viseleteit, dallamait. Az előadást a nyíregyházi közönség a múlt héten láthatta. Most már 2,5 éve, hogy az ötlet az megszületett, és elindult ez a rendhagyó néprajzóra sorozat, mert tényleg az volt a célja, hogy egy picit közelebb hozni a gyerekekhez ezt a dolgot, úgy, hogy ezt egy hivatásra együttes csinálja, mert hogy azt már sokszor megcsinálták amatőr tánc együttesek is, esetlegesen hivatásra együttesek is, hogy a saját játszóhelyeikre vagy számos helyszínre hoztak gyerekeket, és megnézették, hogy ők hogy táncolnak, hogy csinálják, hogy foglalkoznak ezzel a népi kultúrával. De az, hogy egy együttes konkrétan a repertoárba elkészítsen egy ilyen előadást, ez ugye felnőtt együttes, vagy hát a hivatás együttes esetében ez nem történt meg. A Kölyökvárban elsőként a Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozatának diákjai láthatták az előadást. A Duna Művész Együttes táncosai közül többen a nyíregyházi intézményben szerezték meg tudásuk alapjait. A Táncművészeti Egyetemen folytattam a tanulmányaimat, az idén fogok államvizsgázni, és közben adódott egy lehetőség, hogy a Duna Művész Együttes ugye női tánckari pozícióba hirdetett felvételit, és én mertem nagyot álmodni, elmentem, és hál' Istennek sikerült is a felvételi. A rendhagyó interaktív néprajzi órát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesület szervezésében mutatták be Nyíregyházán. Az előadást az elmúlt héten összesen 3 alkalommal láthatta a közönség. Az egyesületünk folyamatosan szervez továbbképzéseket. Ez vagy meg tud valósulni, ha nincs vírus, akkor meg tud valósulni. Ha van, akkor egy kicsit nehezebben, akkor online programokat szoktunk tartani. De most végre sikerül élőben is egy újabb továbbképzést tartanunk. Utoljára tavaly novemberben és az idén februárban tartottunk ilyen olyan továbbképzéseket, ami a megye táncosai számára van, a gyerekeknek, meg az ifjúságnak, és természetesen a felnőtteknek is. A Kis Magyar Táncrajz című néprajzi óra nem csak az országjárás állomásain látható. Az előadásból 8 részes sorozat készült, melyet az interneten is megtekinthetnek az érdeklődők.